rendőrgyilkosság, még kimondani is szomorú és borzasztó, hogy a magyar jogállamnak nevezett jogállamban ilyen előfordulhat. Azonnali és gyors beavatkozásra van szükség, mind a büntető törvénykönyv, mind a rendőrségi törvény megreformálása terén. Több joggal kell felvértezni a rendőrt, mint a bűnözőt. Sokan félreértelmezik a jog és a kötelesség fogalmát. Sajnos ebből adódóan ügyvédek milliárdosok lesznek, rendőrtábornokok a tevepalotában kiadják az utasításokat különböző taktikai módszerek oktatására, ami inkább bizonyos nyugati módszerek leutánzására szolgál. Mint 24 évet leszolgált rendőr mondhatom, hogy a jelen pillanatban intézkedés taktikai oktatás elavult és idejevesztett. Valódi éles helyzetben egyáltalán nem biztos, hogy megállja a helyét bárki is. Itt az élő példa, hogy három rendőr három fegyverrel szomorú módon nem tudta kivédeni ezt a helyzetet, és egy fiatal ember áldozatul esett annak, aki előtt ott állt az élet. Ez felfoghatatlan és feldolgozhatatlan. Jönnek majd most különböző belügyminiszteri rendeletek, ORFK utasítások, különböző taktikai változtatások, de őt senki nem fogja visszahozni az élők sorába. Időben kellett volna cselekedni, és igenis jelen pillanatban ma Magyarországon teljes reformra van szükség, mind a rendőrség, mind a törvények tekintetében. Részvétem az elhújt rendőr családjának, és remélem, hogy a jövőben hasonló helyzet nem fordul elő. Végre észbe kap Pintér Sándor belügyminiszter úr is, és a jól fizetett tábornok ott a Teve utcában. Sajnos a jelenlegi Magyarországon ott tartunk, hogy az államhatalom képtelen garantálni az állampolgároknak a közbiztonsághoz való jogát. Ennek bizonyítéka a tegnap történt gyilkosság is. Már nem csak arról van szó, hogy az állampolgárok nincsenek biztonságban, hanem a rendvédelmi dolgozók, a rendőröknek is szabályos kockázati tényezőt jelent egy-egy intézkedésnek a végrehajtása. Azt gondolom, hogy ez egy tarthatatlan állapot, és valóban felül kell vizsgálnia a rendőrségnek, a rendőröknek a jogviszonyát, tehát sokkal nagyobb jogosultságot kell kapjanak. A részvétünk kifejezése mellett tennünk is kell azért, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő. A rossz szabályozás miatt az az elképesztő helyzet állt elő, az a képtelenség, ami egyébként csak a filmekben van, hogy egy késsel felfegyverzett bűnöző három fegyveres rendőrt is meg tud sebesíteni úgy, hogy aztán tulajdonképpen szabadon távozik az épületből. A rendőrök nem merik használni a jelenlegi szabályozás közepette a fegyverüket, éppen ezért ez egy figyelmeztető jelzés is kell legyen a jövőre nézve, és hogy elkerüljük a hasonló eseteket, hogy ne kelljen egy rendőrnek meghalnia ahhoz, hogy végre használni merjék a fegyverüket a szolgálat teljesítés közben eljáró hatósági személyek. Éppen ezért a mai nap folyamán egy parlamenti indítványban kezdeményezem, hogy a rendőrség állománya a szolgálat teljesítés közben fegyverhasználati jogát szélesítsék, illetve fel is kellene szerelni a rendőri állományt szúrás és vágásálló mellénnyel. Nagyon fájó számomra az is, hogy már megint a bűnözők jogairól beszélnek. Nagyon sokat beszéltek már erről az elmúlt években, évtizedekben. Éppen ezért örülök, hogy végre a kuruc.info hírportál viszont mindenféle kikockázás nélkül közzétette az elkövető fényképét és nevét is. Azt gondolom, hogy itt az idő, hogy a bűnözők jogai helyett végre a valódi rendteremtésről is tudjunk beszélni, megelőzve az ilyen tragikus eseteket a jövőre nézve. Csak néhány olyan eset létezik, melynél nehéz megszólalni. Ez egy ilyen pillanat. Egy olyan kétségbejtő pillanat, mely nem csak a biztonságunkat érinti, hanem a rendőri szolgálatot is. Önkormányzati képviselőként felkértem dr. László Imre polgármestert, hogy Újbuda nyilvánítsa saját halottjának Bauman Pétert, a temetési költségeket pedig vállalja át. Péter az életét adta Újbudáért, most rajtunk van a sor, hogy örök hálával tisztelegjünk előtte. Az ilyen esetek elkerülése véget minden tőlünk telhetőt meg kell tenni, hogy megakadályozzuk az ehhez hasonló tragikus eseményeket.